A belvárosi Vívó Sportegyesületben a gyerekek családias környezetben ismerkedhetnek meg a sportág alapjaival. Hogy az edzések remek hangulatban telnek, arra garancia a humorista író klubelnök Selmeci Tibor személye. Volt egyszer egy régi egyesület, ami 100 éves, és abban történtek változások, hely, stb. És kitaláltuk, hogy csináljunk egy újat, és először nagyon buta módon hobbi sportegyesületet találtunk, hogy az lesz. De aztán rájöttünk, hogy nem hobbi, ez egy komoly dolog, belvárosi, tehát ez azt jelenti, hogy belvárosba kerüljünk, miközben össze-vissza jártunk, akkor még hobbik voltunk, ami cikiztek minket, hogy hobbitok vagyunk. Nem volt szerencsés a dolog, de ugyanakkor jól éreztük magunkat, bolondoztunk, veteránok is szerettek jönni, csináltunk könyvet, vívókönyvet, nagy siker lett, kétszeres utánnyomással, és amikor belvárosba bekeveredtünk, akkor megváltozott a világ, egyrészt mi lettünk a City, és hát jöttek fel a gyerekek is. Akkor már nem csak veterán korombéli öreg emberek, rozzant öreg emberek csapkodtak, hanem fiatal, pici gyerekek is. Olyan, aki négy kézláb mászott az elején, és belejött, és aztán most már bajnok lett meg. Hát, és imádjuk őket. Az egyik gyerek, és ezt el kell mondanom gyorsan, Stockholmban voltunk egy kislány, 12 éves, 15-0-ra verte a svéd bajnokot. Az apja ott állt, oldalt is sírt a boldogságot. Na hát ezekért érdemes csinálni. Hogy az egyesületben idővel komolyra fordultak a dolgok, és az eredmények is egyre jobbak lettek, az a klubelnök szerint Gábor Ján Rita edzőnek köszönhető. Szívügye ez a vívás. Én bolondoznék inkább, és élvezem az életet, és nekem nagy álmom az, hogy hát mint vívó érmet kapjak, meg fölálljak a dobogóra, notabene focizni is szeretek, de ott látszik, hogy ha béna vagyok. Itt fölveszem a sisakot, és senki nem tudja, hogy ki az a falából. A falából egy mondat. És egy nagyon köszönjük, szóval fontos mondat. A vívó állás, ott kicsit megrogyok, és olyan padödőben állok. Ez a világ legjobb állása, mármint másodállásnak mondhatnám inkább, mert stabil. Semmilyen irányba nem lehet ellökni az embert, és hátra is tud lépni, előre is lépni. Ha vegyek a villamosra, és véletlenül nem fogóckodok, de vívóállásban állok, nem esek el, ha hirtelen fékez. Három fegyver nem esik a vívás, mi ebből kettőt csinálunk, a tők meg a párbejtőt. Én tők csinálom konkrétan, másik két edző meg a párbejtőrel foglalkozik. Összességében a kezdőktől a veteránokig 100 vívőn van körülbelül. Mi direktor csináljuk, hogy nem csak kimondottan versenyvívással foglalkozunk, hiszen már a gyerekek nagyon sok mindenféle fajta dolgot csinálnak, nem biztos, hogy belefér nekik a versenyzés. Utánpótlás versenyzők közül a legeredményesebb pedig a Zsigmond Eszter, aki 2009-es születésű, 5-6 éve vív, és most a 2020-ben egy 22-es évadnak a újonc és a gyermekkorosztály végigvezette, és első volt a rendisztán, úgyhogy erre különösen büszke vagyok. Szeretem, hogy ilyen izgalmas, hogy beköltsz, és akkor nem mindig ugyanazt kell csinálni, hanem mindig vannak ilyen változatosságok, meg dolgok, amit ki lehet próbálni. Ugye amikor iskolázunk például, akkor mindig tanulok új dolgokat, jobb is leszek, meg könnyebb is lesz a vívás. Például Párizsban, amikor második lettem, büszke vagyok arra, meg az jó emlék. Olimpiára nagyon szeretnék menni, de tudom, hogy ez elég nehéz lesz, de oda remélem, hogy bejutok. A klubban a többi fiatal is hasonló sikerekre vágyik, mint Eszter. Szerintem egy izgalmas sport, nem olyan, hogy úszol monoton, vagy futsz monoton, hanem itt harcolni kell és vívni. Bejövök ide, és kicsit olyan fáradt vagyok, de utána így elkezdek vívni, és úgy nem tudom, olyan jó. Kicsit így felpesdít. Csak egy vágyam van, hogy egyszer elérjek, vagy többször egy első helyezést valami nagyobb versenyen, vagy valami dobogós helyezést. A Rita komolyan vette, és úgy érezte azt, hogy föl kell építeni egy csapatot. És ott már csapat is van, versenyzőink is vannak, eredményeink is vannak. Hát mi kell még? Még több gyerek. És akkor nagyon élvezzük a dolgot, kivéve engem, amikor nyaralunk, pontosabban táborozunk, mert én főzök. És 20-30-40 emberre főzni, hát
az nehéz, emberpróbáló dolog. És nem sisakba csinálom.